Az óvodások műsorával kezdődött az új Édenkert bölcsőde és óvoda átadója Vásárosnaményban. A tiszántúli református egyházkerület fenntartásában lévő, csak nem 1000 négyzetméter alapterületű épületben két óvodai és két bölcsődei csoportszobát alakítottak ki, amelyekben összesen 75 gyermeket tudnak elhelyezni. Ennek az óvodának a helyén régebben egy lakóház állt, amit a Vásárosnaményi Egyházközség vásárolt meg, és ugye ide álmodták meg ezt az épületet. Hosszú éveken keresztül ment a tervezés, több fórumon kellett ugye a terveket egyeztetni, míg végül is ez a terv, ami végül is elkészült, zöld utat kapott. Az épület összességében közel 1000 négyzetmétert jelent, és nincsen benne még ugye a tetőtérben, van egy 260 négyzetméteres külön termünk, amit ugye ezt az épületet a Magyar Református Egyház kapott a magyar államtól 30 milliárd forintot kimondottan óvoda építésre, illetve felújításra, átalakításra. A mi Vásárosnaményi Édenkert óvodánk és mini bölcsődénk szinte utolsóként készült el, hisz 2022 nyarának a végén indultak meg a munkák. A lelkipásztor elmondta, szinte rekordgyorsasággal épült fel az óvoda és bölcsőde épülete. Igazán mi május közepétől kezdtünk el aktívabban részt venni a óvodának a működés engedélyeztetésében. Istennek hála, ez augusztus végére meg is lett. Két óvodai csoportot tudtunk beindítani, erre kaptunk működési engedélyt. Összesen 42 óvodás gyerekünk van a két óvodai csoportban, illetve az épületben helyet kapott még két mini bölcsőde, az egyikben 7, a másikban pedig 8 gyerek van. A mini bölcsődékben 5 munkatársunk van, míg az óvodákban pedig 4 munkatársunk dolgozik. A református egyház újonnan épített vagy felújított óvodáiban 3200 új óvodai férőhelyet alakítottak ki, amely fontos része a kormány családpolitikai fordulatának, mondta Soltész Miklós. Olyan intézkedéseket is meg kellett tennünk, amelyek adott esetben családokat akkor is segítik, amikor a szülők dolgoznak, vagy pedig más elfoglaltságaik miatt nem tudnak a gyermekekkel foglalkozni. És ezért kellett nagyszabású óvoda, mini bölcsöde, vagy pedig bölcsöde programba belefogni. Így készültek el például a református óvoda program kapcsán azok az óvodák, amelyek szerte az országban 71 új óvodát jelentenek, 3200 új férőhelye, és ez egy óriási nagy szám. A 71 új református óvodából egy Fehérgyarmaton, egy pedig Mándokon létesült, a Vásárosnaményi a harmadik ilyen intézmény a térségben.